Családias hangulatban, de népes érdeklődő közönség előtt nyitották meg Lendvai Péter Gergely kaposvári kiállítását. A tárlat egy hármas kiállítás sorozat része, amely Budapesten kezdődött, Sopronban folytatódott és a Somogyi megyeszékhelyen zárult. 15 év munkáit fogja össze, köztük egy érdekes kirándulásét, egy több éves új-zélandi tartózkodás munkásságát. Az elmúlt 5 éves tartózkodásnak az eredményeit a Bálnek és a speciális kapcsolata van a Bálnek az ott élő népeknek, és a motivumkincsek a nagy része az a, nyilván az új-zélandon élő és őslakos maoriknak a motivumát tükrözi, illetve vannak különböző óceániából, különösen a Polinész szigetekről származó formakincsek, mintakincsek, amiket kutattam. Mivel hogy a írásos emlékek nem léteztek, mielőtt ugye gyarmatosítottak az országot és a szigeteket, ezért a tetoválás volt az egyetlen olyan végül is eszközöm, vagy közlő forma, amit használtak, és onnan sok-sok minta például a tetoválásból maradt meg, vagy fafaragásból, vagy hát ezt külön, ilyen, hát egy textil anyagot is használtak, ami nem textil, hanem a fa kéreg rost anyaga, ez úgy hívják, hogy tapa, és akkor ezen jelentek meg ezek a motívumok. A kiállítás a Kör címet viseli. A művészettörténész Géger Melinda szerint hármas jelentéssel bír ez. Visszatérés a kaposvári gyökerekhez, összefoglalás, eddigi életmű bemutatás és a kör, mint szimbólumjegy. Azok a művek, amiket itt látunk, azokban nagyon sok esetben visszatér ez a motívum, ami ugye a kör, ami az egyik legfontosabb művészettörténeti szimbólum, és a kezdetektől egészen a kiállításnak ebbe a legbelső terméig nagy hangsúllyal, fontos kompozíciókban, formaelemekben jelenik meg a kör. Természetesen minden esetben nagyon komoly, mély, szimbolikus és filozófiai asszociációkkal. Lendvai Péter Gergely 1991-ben kezdte a pályát a kaposvári iparművészeti középiskolában kerámia szakon, majd egy kis kitérővel ugyanitt alkalmazott grafikai szakon tanult. 1997 és 2002 között a képzőművészeti és az iparművészeti egyetemen folytatta tanulmányait. A körnek ez a legnagyobb szerete végül is, az ide vonz, és ide igazából a gyökereim, ahova tartozok, ide kellett, hogy hozzam nyilván, és akkor itt ezt az elmúlt 15 évet, amikor végeztem a főiskolán, az 2002-ben volt, és onnan vannak itt az első tárgyak és grafikák is, tehát egy kisebb kör, amit megtettem, de ezt tetten élhető szimbolikusan is, tehát a munkánkban is a kör szimbólum, mint a körnek a használata. Ugye itt van a henger alapú ügyek vannak, akkor a motivumban megjelenik a kör, illetve hát filozófiai szempontból is fontos a kör. A grafikai munkái mellett az üveg is nagy hatással volt a pályájára. Lendvai Péter munkásságának az a legnagyobb sajátossága, a legkülönösebb, legegyedibb vonása, hogy ő nagyon széles spektrumon mozog. Eredendően grafikus művész, tehát az ő alkalmazott eredeti eszköze az a vonal. Ő rajzol, és a vonalakat húz a papírra, és ezt a vonalat nagyon érdekes módon kapcsolja össze egy másik technikával, az üveggel. Ezzel az anyaggal is a kaposvári tanulmányai során találkozott először. Kaposváron tanultam középiskolában itt, és onnantól kezdve érdekel az üveg, ugye könnyű dolgunk volt, mert itt volt a bárdonoki üvegalkotótelep, és hát onnantól kezdve ez engem érdekel, és a főiskolán is folyamatosan ezt csináltam és készítettem, hogy lehet látni pár munkát, ami elég régi, tehát 2002-ből is egyébként, ami már üveggel foglalkozik. A maszkok elnevezésű munkáinál érdekesen ötvözi a fémet és az üveget. Rátaltam a részhálóra, és akkor azt elkezdtem igazából ott mintázni, gyúrni, és akkor innen jönnek ezek az arcformák, meg készformák, és akkor egyszer csak ugye egy lemezt is, lemezekkel is dolgoztam, részlemezekkel is, mint grafikus is, és akkor úgy közembe fogtam, és elkezdtem ezeket hát alakítgatni, és akkor onnan jött az ötlet, hogy miért ne nyomjam ezt is be az üvegbe, és akkor innen alakultak ki ezek a maszkok, de ennek rengeteg, megint csak egymásra rétegződő jelentéstartalma van a masznak. Lendvai Péter Gergely kaposvári kiállítása május 7-ig látható a Somogyi megyeszékhelyen, a Répőrónai Múzeumban.